A Fellner Jakab Kulturális Egyesület szervezésében két évente rendezik meg Dobroszláv Lajosnak emléket állítva az Akvarell Biennálét. A kiállításon városunk és a kistérség művészei jelennek meg képeikkel. Ez Akvarell Biennálé. Lévai Ádám képgrafikus fogja megnyitni a Biennálét. Ő három növendékének hozott képét, hát ott van grafika is, tehát épp azért gondoltuk, hogy azért a művészeket vagy a fiatalokat bemutatni, hogy milyen tehetségesek, de ragaszkodunk ahhoz, hogy hát akvarell legyen. Dobroszláv Lajos akvarelleket festett inkább, de olajképeket is festett, hiszen Munkácsi díjat egy olajképe után kapta meg. Idén a testvérvárosok közül csak Szőgyénből érkeztek festmények. A kultúrába beleszólt a politika, így a többi testvérváros nem képviselteti magát a Biennálén. Ez már a hatodik alkalommal van, tehát ha úgy nézzük, akkor már 12 éve szerveződik ez a fajta nemes ügy. És hát sajnálatos az, hogy a testvérvárosok nagy részéből, itt a migráció miatt, gondolok Szerbiára elsősorban, nem tudtak jönni, küldeni munkákat, csak Szőgyén jelentkezett ebbe a dologba. De itt helyi állandó résztvevő alkotók vannak, gondolok a Szentesi Laci bácsira, vagy Kerti Karcsira, vagy Sólyog Terézre, vagy számtalan nevet, Kótai Pétert is fel tudnám sorolni, akik a kezdetektől kiállítanak, és vannak szerencsére újak is, amatőrök is, meg fiatalok is, akik ilyen pályára indultak, mint a Bogyó Péter, aki a Iparművészeti Egyetemen a Momérra vettek fel animáció szakra. Tehát van utánpótlás, úgy látom, meg hát arról fogok igazából beszélni, hogy ez a legnehezebb festészeti műfaj, itt nincs javításra lehetőség, nincs átfestésre lehetőség, egyszer és megismételhetetlen, roppant nehéz technika, tehát nagyon meg kell tanulni ezt, és nagyon jól kell tudni alkalmazni. Az akvarell minden nehézsége ellenére könnyednek látszik a száradás után a papíron. Finom árnyalatokat lehet létrehozni vele, mert nincs nagy fedőképessége.